A Kadarka és a Klapka utcák találkozásánál várta a közvetlen beszélgetésre lehetőséget nyújtó utcaforumra a környéken élőket Szollár Zoltán hétfőn délután. A november 13-ai időközi választáskor a kormánypártok színeiben induló képviselőjelölt már hetek óta járja a családi és bérházakat, hogy az azokban élők igényeit, kéréseit mérje fel. Most pedig ő látta vendégül a városrész lakóit. A legtöbben a járdák és utak felújításával kapcsolatban érdeklődtek, de felmerült több helyre új zebra felfestésének ötlete is. Szívem csücske volt a már 4-es számú választókörzetben, a kitágított részéről beszéljek, ugye Babics iskolába jártam én is, rengeteg barát ismerős a Herman Otton Kőrösin, úgyhogy sokan állítanak meg, hagyalog megyünk szórólapozni, hogyha beszélgetünk az itt lakókkal, hogy gratulálnak és örülnének, hogyha én lennék a képviselőjük. Az utcafórumon Horváth István szekszárd országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, a kormánypártok közös jelöltje civil vezetőként már bizonyította, hogy képes és akar is dolgozni a választókörzetért, ezért ő a legalkalmasabb a képviselői megbízatásra. A felsővárosi kört, ami egyik legrégebbi szekszárdi civil közösség, ezt újra életre keltette és megtöltötte tartalommal ebben a város részben élők legnagyobb örömére. Szociálisan is nagyon érzékeny, és minden egyes tettével, minden egyes cselekedetével mindig a közösséget szeretné szolgálni, és amennyiben megkapja a bizalmat, akkor én azt gondolom, hogy a 4-es számú választókerület valamennyi utcájának, valamennyi háztartásába el fog majd jutni, és a legjobb tudásával szolgálja az itt élőket. Szollár Zoltán a tervek szerint még legalább két alkalommal találkozik a körzetben lakókkal nyílt utcafórum formájában a november 13-ai időközi választásig.